Franka Tibort köszöntöm a stúdióban, aki, hát ha hiszik, hanem éppen 10 éve polgármestere Kerepesnek. Jó estét kívánok, polgármester! Jó estét kívánom! Köszönöm a meghívást, és valóban 2016 a 10. esztendeje annak, hogy Kerepes nagyközség, később pedig ugye 3 esztendeje Kerepes város polgármestere lehetek. Ezúton is nagyon szépen köszönöm azoknak a választóknak, akik kitüntettek a bizalmukkal immáron 3. választás során. Mindhárom alkalommal a testületi létszám alakulása is eredményes volt az én szemszögemből, hiszen 2/3 többséggel tudom irányítani a települést immáron 10. esztendeje. Ez alatt a 10 év alatt azért elég sokszor beszélgettünk, akár itt a stúdióban is, mert hogy ugye a Szíves TV is éppen 10 éves. Igen. Egy idős a 2006-os önkormányzati választásokkal. És nekem most az jutott eszembe, hogy a 10 év alatt a számtalan beszélgetésünk során, bár én sok mindent tudok Franka Tiborról, de sosem beszéltünk arról, hogy volt író, újságíró, hát például ezt egy író ma is az nyilván. Ezt akartam mondani, igen. Hogy... Már bocsánat, hogy elmondtásért, de hát ugye dolgozott lapoknál, rádió, televízió, foglalkozott politikával, egyebekkel. Egy nagyon picit a sajtómunkásságáról azért legalább 10 év után gondoljuk el. Hát nézőnek. Ezt nagy örömmel teszem, hogyha nem, hogy mondjam, csak nem feleslegesen mutatom a kedves nézőket. Hát én úgy lettem újságíró, azt szoktam mondani, hogy nem állt mögöttem senki, csak előttem, tehát azért ez egy olyan pálya, ahova még mai napig is kell azért kapcsolat, hogy valaki bekerüljön. Én egyszerűen pályáztam, és egy pályázat kapcsán kaptam egy levelet, befáradtam, fáradjakba, befáradtam, és Franka elvtárs, akkor mindenki elvtárs volt, van kanal az íráshoz, és egyebeket. De nekem akkor már volt egy-két olyan politikai megnyilvánulásom, amely ugye az akkori bíróságnak a figyelmét fölhívta, és el voltam ítélve államellenes izgatásért, tehát volt egy ilyen priuszom, ami abban az időben, a szocializmusban egy legfőbb bűn volt, egy főben járó bűn volt, de ha hiszik, hanem mindenféle pártállás nélkül, tehát soha nem voltam semmilyen pártnak a tagja, mégis azt mondták, hogy a szükség van rám, és újságíró lehettem priusszal. Sőt, 5 év kellett ahhoz, hogy egy országos napilapnál kezdtem, ez is nagyon nagy ritkaság, és 5 év múlva. A Magyar Hírlap akkor az a kormánylapnál, a minisztertanács lapjának neveztetett, és ennél a lapnál mindenféle elköteleződés nélkül lettem főmunkatárs 1983-tól, majd pedig később aztán ugye az Esti Hírlap főszerkesztője 90-től, Új Magyarország főszerkesztője, illetve a Magyar Televízióban az akkori 7 és iradó főszerkesztőségének a helyettes vezetője, és ezen közben a rádióban is, a Kossuth rádióban, tehát az állami rádióban is dolgoztam, tehát szimultán végeztem az újságírás különböző területeit, és 2006-ban, aztán később még volt ugye a Panorádió és egyebek, és ezen közben megírtam 17 könyvet összesen. Ebből az utóbbi 3-ot azt már polgármesterségem idejében. Igen, éppen mondani akartam, hogy akkor még nem tartott ott a könyv. Itt van a könyvek listája, szerintem azt mondja, 2005 volt azok a szép napok, ugye? Nem, az 2004, Gyurcsány. Igen. 2005. A többi az már itt készült. Igen, Kerepesen. Elég sok készült. Nekem az jutott eszembe, hogy ilyen... újságírás terén szerzett gyakorlat után miért gondolja ezt az ember, hogy na, akkor a karrier az úgy folytatódik, hogy most polgármester leszek, és éppen Kerepesen. Hát azt nem tudtam, hogy az leszek, tehát meg kellett, hogy válasszanak az emberek, de azért egy őszintességgel akkor is nagyon köszönöm, hogy ilyen felkészült a sorsomat illetően, ez jó érzés. Tehát 2006-ban állítottam odáig, pont sok munka révén is, hogy pártatlanul, függetlenül, és mindig minden fennálló hatalom feltétlen dicsérete nélkül egy 50 év fölötti újságíró, aki annak tartja magát, és most már országos híretet szert, sőt, főleg a határainkon túlélő magyarok körében is nagy volt a népszerűségem. Jutottam odáig, hogy kérem szépen 50 év fölött
vagy maradok egy főmunkatárs, és kiemelt, vagy elismert íróként dolgozok valamelyik lapnál, esetleg televíziónál, de ott akkor azért az már egy más kategória. Vagy pedig be kéne állni valamelyik sorba, és még azt nem tettem meg az elmúlt 30 esztendőben egyszer sem. Úgy gondoltam, hogy 50-es korom után nem fogom megtenni, tehát sem jobbra, sem balra nem köteleződöm el oly mértékben, hogy például a rádió, a televízió, vagy valamelyik független, természetesen független újság vezetője legyek, amelynek olyan ára van, amit nem vállalnék. Azt szoktam én mondani, hogy Szent Mihály Lován senki se visz magával bőröndöt, tehát oda csak őt viszik majd. Tehát ha ez megmaradt, ez a lehetőség számomra, és képes voltam arra, hogy nem köteleződtem ennyi mértékben, akkor nem fogok elköteleződni, hogy esetleg a tükörbe másként nézzek egy reggelen. Ezért döntöttem úgy, hogy ennél tovább nincs, viszont 50 év fölött már járkálni riportokra és egyebekbe naponta és hetente, úgy éreztem, hogy ez már kevés. És azt is éreztem, mint újságíró, mint balhétkereső újságíró, háborúkban részt vettem, különböző nagyon veszélyes helyeken készítettem a riportjaimat, filmjeimet, rádióműsoraimat. Azt is éreztem, hogy mindig elmentem valahová, és most csak mondjunk, beszélgettünk, önnek kötődése van ugye Baranya megyéhez, és ott is a bányász szakmához a édesapja révén. Azt éreztem, hogy például egy Márkus egyik katasztrófán, amikor 36 ember meghal, és nekem sikerült, mert már volt olyan nevem, hogy levittek el, oda mehettem, oda a helyszínre, ahol a borzalom történt, láthattam sok mindent. Nagyon megindított, és ezt meg is írhattam, ahogy tudtam, persze cenzúra volt. És aztán eljöttem, és 3 nap múlva volt egy másik balhé, mondjuk vértes acsán, cigányok rátámadnak emberekre, és akkor ez egy újabb katarzis, egy újabb tragédia, és úgy éreztem 50-es korom után már, hogy jó volna mindig nem menni, hanem egy közösségben maradni. Tehát mindig más botrányról, más tragédiáról írni. Mi volna akkor, hogyha az ember úgy élne, hogy holnap is oda kell visszamennem, ahol a probléma van, meg holnap után is. Meg ezeket követem, 10 év múlva is oda kell mennem minden nap. Okay. És egy kisebb közösséggel megélni ezt. És hogy képes vagyok ezt a szolgálatot teljesíteni. Képes vagyok-e elfogadható lenni, és képes vagyok-e olyat tenni, amit ő elfogadnak. Az érdekes, amit az előbb mondott, hogy ugye az ember egy idő után addig sikerült kimaradni abból, hogy különböző pártszerek terelgessék az ő pályáján, akkor nem adja be könnyen a derekát, hogy valaki majd mondja meg, hogy mit tegyek, viszont hát azért mondjuk el, mielőtt Kerepesen polgármester jelölt lett volna, előtte azért országgyűlési képviselő jelölt is volt. Igen. Tehát egy másik közösséggel is megpróbálkozott. Én nem mondom, nem mondom, de hát végül is egy jobboldali természetesen, hogyne, de nem jelöltjeként. Bocsánat kérek, ugyebár azt tudja, nagyon gyorsan és nagyon fontos, és ezen közben írok is ugyanúgy, tehát a könyvet is írom, és még a televíziókban is szerepelek, hiszen én függetlenként indultam, csak ugye egy országgyűlési választási jelöltséghez, illetve képviselői munkához szükség van nagyon sok mindenre, logisztikára, hogy ilyen modern kifejezéseket használják, és kétségtelen, lehettem a bármelyik pártnak a jelöltje, támogatottja, és én a mi épnek a támogatását fogadtam el. De ez nem azt jelenti, hogy mi épp tag voltam soha az életemben, mint hogy az MSZMP-nek, vagy a Fidesznek, vagy senkinek nem voltam én tagja. Csak ezt éreztem olyannak, amit elfogadható. Ez állt hozzám legközelebb, ez kétségtelen. De ez is már kifelé vezetett gyakorlatilag a újságírói taposómalomban, a politika irányába kezdett el. Igen, ez egy olyan veszélyes időszak, amikor az Unió kerül szóba, a NATO-ba lépünk, és egyebek, és ebben is privatizáció van ezerrel, és rengeteg igazságtalanság történik az emberekkel, a kis emberekkel, és én úgy gondoltam, hogy ezt lehet mederbe terelni, és ebben is részt óhajtottam venni. Hát sok minden nem sikerült, de... Hát most döntsék el a kerepesiek, hogy jól jártak-e, hogy Franka Tibor akkor nem lett országgyűlési képviselő. Így is volt ennek én. Igen, mert hogy aztán ugye eljött az a pillanat 2006-ban, tehát... Na, miért pont Kerepes? Tehát eljutottunk hát már, hogy valahol igen. Ez egy nagyon fontos kérdés. Lehetett volna Nógrád, Szolnok. Igen, nagyon fontos kérdés. Így van, Szolnokon születtem, szüleim pedig nógrádiak.
őket meghajtotta az élet, ugye a II. Világháború után hát mindent elveszítettek ők is, és mentek, ahogyan most a gazdasági kényszer elől jönnek az emberek Budapest közelébe, reménykedve. A világháborút követően ugye pedig mindenüket elvettek, akkor a fegyverek és a lehetetlenség elől jöttek ugyanígy. Hát így vetődtek az én szüleim velem együtt, ugye Kerepesen, akkor voltam 8 éves, és itt nőttem fel. Tehát én Kerepesen kaptam mindent, amiből aztán később tellett arra, hogy újságíró legyek, tehát íróember legyek, tévériporter legyek, és politikus legyek, és ez nekem minden eredményem vagy tragédiám is kötődik Kerepeshez. Tehát az életem, amikor a félvilágot bejárhattam, akkor is mindig eszemben volt, mert itt kaptam a muníciót, tehát itt jártam iskolába. Még a Szilasi, akkor az óvoda helyén még 1-4 osztály volt, első, harmadik egy terembe, második, negyedik egy terembe. Tudom, sok uram is oda járt, és mondta, hogy ő Franka Tibort már akkor megverte, később már nem. Igen? Kaptam tőle? Jó, szerintem oda-vissza folyt az azért kapok. Biztos nem figyeltem oda, de kétségtelen. Tehát ezek az emlékek az emberben megvannak, és a másik, az nagyon fontosnak tartom ezt is, hogy az ember minél több mindent megismer, minél jobban kitágulnak az ismeretei, sok mindent lát, tapasztal, sőt, még hírnevet is szerez jó értelemben. Az az ember nagyon is meg tudja becsülni, és nagyon is nem felejti el azt, ahonnan ezt kapta, és ahonnan indult. Én azt gondolom, nagyon fontos. Az ember egy vonatot képzeljen, egy felszállunk a vonatra, és nagyon messzire eljutunk, nagyon-nagyon messzire, de az ember a végállomáson azon gondolkodik, hogy mikor indul visszafelé a vonat, onnan-ahonnan jöttem. Tehát legalábbis én ilyen ember vagyok, és nagy alázattal és nagy tisztelettel gondolok a kerepesi emberekre. Itt Kerepest úgy értjük, ugye, hogy sínek ketté vágják, mert a Szilassy-ligeti részen nevelődtem, laktam, de a kerepesi iskolába jártam, és a kerepesi templomba, akkor még Szilasson nem volt. Tehát így összességében Kerepesnek köszönhetek mindent. És úgy gondoltam, és a szüleim, és most már sajnos kedves bátyám is itt van eltemetve a kerepesi temetőbe, tehát ide kötődöm, hát hova menjen az ember, megpróbálok ide visszajönni, és ha kellek, akkor szolgálok, amíg kellek, és a lehetőségeim, tehetségem szerint teszem ezt. És ezt nagyon jó szívvel teszem, és nagyon jó érzés, hogy a város, ugye vagy községből várossá nőttük ki magunkat, és hogy nagyon sok mindent sikerült megoldani, ami itt nem volt. Kerepesnek volt egy nagyon-nagyon jó híre, egy pozitív híre a kerepesi úttól kezdve a történelmi és egyházi vezető szerepéig a középkorban, és ez is talán a városi cím megszerzésével kicsit visszaállíthattuk, feletetve a kerepestarcsai Kerepes számára elnyomást jelentő időszakot, hogy mi is ki tudtunk nőni, Gödöllő és Kistarcsa városok, akik sehol, már elnézést kérdezik, de sehol nem voltak, amikor Kerepes nagy volt, és most Kerepest a kettő között sikerült adni, csak egy kicsit visszaemelni a régi helyére. Én azt gondolom, ez is egy nagyon fontos dolog és büszkeség, és az is fontos, ami kellett, hogy ehhez megtörténjen. Tehát, hogy európai színvonal, sőt világszínvonal bölcsödét építsünk, művelődési házat újítsunk fel, családsegítőt hozzunk létre, szociálisan hátrányos népréteggel foglalkozunk, a Mosolyvár alapítvány, illetve pályázat kapcsán tudjunk folyamatosan éveken át. Nagyon büszke lehet szerintem mindenki arra, hogy idősek és fogyatékosok napközit otthonát tudtuk felépíteni, a térségbe is páratlan, és körülbelül közel 30 km utat tudtunk felújítani, leaszfaltozni, és emlékhelyeket alakítottunk ki, emlékműveket emeltünk, egyházainkat támogatjuk, iskolát rendbe hoztuk, óvodákat rendbe hoztuk, az utolsó, a harmadik óvodánk volt még idáig bajban, a Szabadság úti a legrégebbi, a Weberede féle polgári háznak a helyén létesült óvodánk, ez is örömmel jelentem, ezt 2014-ben is már a választási programomba írtam, hogy megpróbáljuk rendbehozni, örömmel jelentem, sikerült 30 millió forint áll rendelkezésünkre, hogy azt is felújítsuk, a Szilassy részen ugye bővítettünk 210 millióért. A Hungaroringet bevontuk ebbe a buliba, ha bár a Hungaroringnél keveslem azt, amit évente hajlandó áldozni, azt a 10 milliót. Most egész komoly szinten, ennél többet nem hajtok mondani, de komoly szinten lobbizok, minisztériumi szinteken azért, hogy amit Magyaród település kap a Hungaroringtől évi adót, annak minimum a 25%-át kapja meg Kerepes városa is, mint a
a zajnak és az ártalmaknak legjobban hitett település. A törvény olyan, kénytelen fogunk elismerni, hogy Magyarország területén fekszik, ezért a törvények értelmében az adó oda jár, de jó úton járunk ahhoz, hogy ennek az adónak a 25%-át Kerepesváros. Azt is megmondom, ez kb. 25 millió forintról szól. Idáig 10 milliót sikerült évente magunkra fordítanunk, ha a Hungaroring jó voltából, ezt szeretnénk megduplálni, sőt kétharmaddal megemelni, miközben és köszönet érte, a Hungaroring partner volt ebbe, hogy egy Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával és Eccleston aláírásával egy elkerülő út épül, már a tervek készül, és el fog kezdődni az építkezés, amely az M3-ast, a Hungaroringet és Szilas hátulját át az M31-ig Kerepesen össze fogja kötni. Ez egy 8 milliárdos beruházás minimum, ami ebből ránk esik, ami ingyen lesz. Az ingyen egy csúnya szó, de jó jön az embernek, ha az ingyennél tartunk, ugye azért azt itt összeírtam magam nagyon röviden és néhány sorban, hogy ugye összesen az elmúlt 10 esztendőben, mióta Kerepes polgármester vagyok, több mint 2 milliárd forintot nyertünk. Ez azt jelenti, kiszámoltam, hogy ez a 2 milliárd forint az azt jelenti, hogy évente ugye 200 millió forint úgy folyt be a község majd a város büdzséjébe, hogy ez senkinek egy fillérébe nem került. Ha ezt elosztom Kerepes város lakóinak a számával, akkor évente 150 ezer forint pénz érkezett fejenként, amit az imént felsoroltakra és még sok mindenre tudtunk fordítani. Persze ehhez hozzá kell tenni az önrészeket, így jön össze a 2 milliárd. Tehát a 2 milliárd forintos vagyongyarapodásból mintegy 1,8 milliárd teljesen ingyen pénz, és a többi az, ami önrész. Ehhez kellett annak idején, ha visszaemlékeznek, kötvényt kibocsátani, mert nálunk adó nincsen. És amíg én polgármester vagyok, nem is lesz adó. Tehát ettől teszem függővé adót bevezetni, a hülye is tud, elnézést kérek. Nálunk nincs ilyen, központi adók vannak, arról nem mi döntünk, ugye sajnos. Nálunk az 1500 forint per hó kommunális adó létezik, de ez 10 éve van, de nincs ingatlan, nincs telekadó, nincs építmény, nincs garázsadó, nincs semmi, nincs parkolási díj. Tehát nekem az a célom és az elvem, és addig akarok, és addig leszek polgármester, ha az emberek is úgy akarják, amíg ehhez nem kell hozzányúlnom. Az emberek terhei óriások. Tehát ez nekem a munkám alapfeltétele. Szerkesztő polgármester úr, hadd szólaljak meg, mert az a helyzet, hogy mindig egy kicsit gondban vagyok. Azt tudja, hogy ha egy stúdió beszélgetésben a kérdező 10 percig nem szólal meg, akkor vagy ő a hülye, vagy túlbeszél magát a vendég. És ez annyira elébe tetszett vágni bizonyos dolgoknak, hogy én azért itt meg kéne gyakasztam a matematikát, mert hogy ezt folytatjuk természetesen. Csak amikor Franka Tibor megérkezett Kerepes térségébe, és azt mondta, hogy na, én itt el akarok indulni polgármesternek, akkor mindazok, amiket felsorolt, azok nem voltak meg. Tehát sejthetjük, hogy azzal kezdte, hogy egy alapos felderítő munkát végzett, mi nincs ebben a faluban. Nincs 30 nem tudom hány kilométer út a faluban, nincsen bölcsőde a faluban, és így tovább. Tehát, hogy valószínűleg végzett egy felmérést, hogy honnan, hova akarok én eljutni. Hát, igen. Ami nagyon fontos, hogy azzal kezdtem, ugye, hogy megláttam a temetőt, ahol a szüleim nem volt nehéz, hiszen a szüleim is ott nyugszanak. Megláttam annak az állapotját, kinézetét. Megláttam a művelési házat, ahol elnézést kérek, seggelezett bemenni a WC-be. Előtte varroda volt ott. Megláttam az óvodáknak az állapotát. Megláttam a hivatalép, a régi hivatalépét, hogy beázott a második emelet, az teljesen már életveszélyes volt, ott nem is volt semmi, csak gázálarcok, még az nem tudom, hogy maradt ott a TSZ időkből, vagy nem tudom honnan. Tehát, és még nem is voltam polgármester, már akkor az emberekkel összefogva elkezdtük társai munkába a temető kerítés, legalább hullámpalább volt a kerítés, vagy nem volt kerítés. Tehát elkezdtünk emlékműre gyűjteni, aztán a kápolnába harangra gyűjteni, és ezen közben, tehát már dolgoztam én anélkül, hogy polgármester lettem volna, nem voltam megválaszva, de már ezen dolgoztunk. Én mint oda való rokár patrióta, innen indult ember dolgoztam, és miután megválasztottak, akkor azt kaptam meg a felhatalmazást. Az első dolgom az volt, hogy a régi hivatalba se lehetett, olyan rossz volt az út bemenni, hogy azt
Már esett a hó, de még gyorsan leaszfaltoztattuk, hogy az emberek, ha jönnek a hivatalba, az ügyeiket intézzenek, be tudjon jönni autóval. Ezt követően pedig az első időkben apróságok, tehát hogy legyen akkor még falu voltunk, legyen egy községtábla elől, hátul, a Hungaroring felül is. Érdekes dolog, hogy utána másfél év múlva lett Kistarcsány, aztán azt hiszem lett Csömörön is, lett Nagytarcsány, de azért itt elkezdtünk. A jó példa a ragadóság. Igen, nagyon helyes, nagyon helyes. Tehát apróságokkal, és hogy érezzék az emberek, hogy most akkor, most tartsunk össze, most kezdjük el. És ugye a Hősi Emlékművre is azonnal elkezdtük a gyűjtést, közösen építettük. Varga Árpi, aki ugye Gödöllőn is a Városi Testület tagja, ő is onnan való, ő is besegített anyagilag, munkával, és mindenki, és az Összefogás Kerepesi Egyesület, aztán a Trianon Emlékmű, országzászló, egyedek, tehát úgy éreztem, ezek nem voltak költséges dolgok, annál is inkább nagy részét összeadtuk, én magam fizettem, finanszíroztam a kisebbeket, vagy több az emlékműveknél, a lakosok is beszálltak, az érintettek, de ezek a kis dolgok már kezdtek úgy melegséget árasztani. És tudja, rájött, ami nagy dolog volt, hogy egy éven belül, amikor mentem az utcán, akkor az emberek nem így csináltak, hogy itt azért integettek, és hál' Istennek néhány kivételtől eltekintve természetesen mindig vannak az embernek, akik nem feltétlen kedvelik, de a mai napig ez az intés ilyen maradt, és nem az ellenkezője. És utána volt az, hogy na fölmértem, és rájöttem, hogy kérem szépen, hát itt nincs bevétel. Ha én adót vetek ki, mint új polgármester, akkor megette a fene. Mit kéne csinálni? És akkor a jegyző Olaj János, aki velem jött, és előtte nem ismertem őt, tehát egy véletlen találkozás volt, és azt mondtam, oda veszem jegyzőnek magam mellé, ő egy igen gyakorlott és jó jegyző, több képesítése is rendelkezik, akkor értékeltük. És akkor elmentünk egy napra, leültünk, és elkezdtünk beszélgetni, mit kell csinálni. És elkezdtünk osztani, szorozni, hogy az embereket nem lehet tovább nyúzni, nem lehet ezt tenni, hogy adókkal kezdjünk. Hogy tudnánk pénzt teremteni, mert pályázni ugyan lehet, de a pályázatnak van olyan része. Például mondom a bölcsődét. Ha a bölcsőde 360 millióba került, abból 60 millió volt az ő rész. De akkor nem volt egy fillér, és amikor ide kerültem 2006-ban, 146 millió forint volt a mínusz a hivatalban. És egy csomó kifizetetlen számba. A hivatalban most több mint 2 milliárdos vagyonnövekedés követően jelen pillanatban 60 millió forintunk van lekötve, banki, nem nagyon éri, meg már nincsen már nagyon kamat, de 60 millió, és kb. 45-50 millió, tehát most is van 110 milliónk, ami nemhogy mínusz, hanem plusz. Lesz helye, nem is egy. De nem kell megijedni, mert tudunk lépni. Tudunk abban a pillanatban. Játszóterek, egyedek, nem volt semmi. Na, akkor azt mondtuk a jegyző, hogy számoljuk ki, hogyha fölveszünk hitelt, és akkor hogy mennyit tudunk fölvenni, már ismerve az önkormányzat anyagi lehetőségét, azonos kondícióban, hogy tudjuk ezt, mondjuk a 20 évre fölveszünk, hogy tudjuk évente, hogy jönnek a kamatsávok, mert eleinte magasabb, aztán kisebb, elkezdtünk osztani, szorozni, pénzügy is magunk felnévetünk, nagy gyerekek, számoljuk ki. Az jött ki, hogyha 20 évre tudunk fölvenni hitelt, akkor még lehetett, kötvénykibocsátása, akkor kb. 850 millió forintot tudunk úgy fölvenni, hogy tényleg, ha nem is ilyen a polgármester, nem hagyok magam után olyan katyvaszt, hogy ne tudná fizetni az önkormányzat akkori anyagi helyzetét tekintve. No, így vágtunk, ez lett 850 millió. Ebből a 850 millióból nagyon sok mindent megvalósítottunk, és tudtunk pályázni, és meg tudtuk valósítani a plusz 1,7 milliárdot. Ezáltal tudtuk behozni úgy, hogy az emberek egy fillér adóval többet nem fizettek. Úgy lett út, úgy lett járda, úgy lett bölcsöde, és úgy lett műfázés minden, hogy a kerepesi embernek nem kellett a pénztárcájába nyúlni. Én azt gondolom, ez egy nagyon komoly dolog, és mi nem ijedtem meg akkor, nem miattunk engedték az adósságát az önkormányzatoknak, kérem szépen. Mondok én, mondjuk Kaposvár, vagy Debrecen, ahol milliárdokról volt szó. Okay. Mi 20 évre úgy vállaltuk, hogy 20 évet ki is tudtuk volna fizetni. Nem kétséges, hogy volt ennek áramra, a gépkocsiadónak mindjárt elvitték 60%-át. Azért jól mindenki tudja, amikor mondják az emberek, hogy miért nincs út, fizetem a gépkocsiadót, igen ám, de az állam, mikor az adósságot elengedte, egyből elvitte a gépkocsiadó 60%-át. Ami több, sokkal több, az az egy tétel, mint nekem a 850 milliós részletfizetésem lett volna évente. Csak ezt most azért mondom, hogyha így már belemélyedtünk, hogy az emberek is értsék, hogy pengélyen táncoltunk, és az emberek zsebébe kotorászás nélkül vállalkoztunk. Igen, vállalkoztunk. Jó, én azt gondolom, hogy nagyon fontosak a pályázatok, de tegyük hozzá, az egy szerencsés időszak is volt, mert ha nincsenek éppen ezek az európai uniós pályázatok, akkor
nehezebb lett volna. Akkor nehezebb lett volna. Természetes. Ugyanakkor viszont nagyon sokan azt nehezményezik, hogy miért nem sikerült ez alatt a 10 év alatt ipart telepíteni egy kerepes városába, amely ugye nem okvetlen a munkahelyteremtés miatt, hiszen hál' Istennek akkora nagy munkanélküliség nincs, de azért az is akad, igen, mert... hanem a bevétel szerzése céljából lenne nagyon fontos. Igen, már is mondom ki, ebben ez párhuzamosan ez a dolog is működött bennünk. A visszatérve gyorsan a kezdésemre, 2006-ban az előző testület 250 millió hitelt vett föl, abból maradt nekünk már mínusz 146 millió, és ennek egy nagy részét a rétben, a 011-esből ott a Szilasi nagy rétbe fölvásárlásak fordították, azzal a célra, hogy akartak ott valami lakóparkot, vagy nem tudom mit akartak, és itt, ott, ahol eladták, megvettek telekeket. Tehát most oda be van téve legalább 150 millió forint értékű földterület, ami nem is egy tagban van, hanem különböző helyeken. Ebből szeretnénk majd egy átcsoportosítással létrehozni egy olyan ingatlant, ahol például kialakítható több minden középület, szolgáltatások, egyebek, a másik dolog. Ugyanakkor sehol nem volt, nincs területe az önkormányzatnak. Tehát mondjuk nézzük egy Veresegyházát, ahol nagyon komoly az ipar. Miért? Mert akkor, amikor lehetett, amikor alkalom volt rá a 90-es években, az önkormányzat fölvásárolta a jegyeket. Kerepesen nem vásároltak föl semmit, Kerepesen meg lehet nézni a földek nagy része, sőt. Kétségkívül jó, hogy az önkormányzat tulajdonában van. Befejezném, magánkézben van. Tehát amikor azt mondja, hogy mi nem hozok ide ipart, akkor először területet kéne hozzá szereznünk. Vettünk is az M31-es mellett, pont ebből a meggondolásból. Noha nincs lehajtó, mert Kerepes nem tudta elérni, hogy Kerepesen legyen az autópályának lehajtója. Mindenütt van, nálunk nincs. De azért vettünk ott, mert most lesz lehajtó, vagy a már imént említett út összekötés, az Eklesztor és az Orbán féle út, az lehajtóval fog véget érni. Hát valahogy muszáj csatlakozni. Megy lehajtó 1,5 milliárd forint. Hát ha nincs adókerepes, akkor miből csinálják 1,5 milliárd? Tehát vagy úgy kapjuk meg, de ez későbbi folyamat, vagy szeretnénk ennek elébe menni, mert a területünk már megvan, és olyan beruházót keresünk a mai napig is, aki a beruházás a fejébe megépíteni a lehajtót is. Ott van nekünk kb. 8 hektár területünk, és ez aranyat ér. Aranyat fog érni ebbe a pillanatban. És ez is meg lesz. Ezért volt ez a bizonyos hulladékhasznosító próbálkozás, amit megint nem közpénzből, hanem egy közbe iktatott cég, Kft. Által a hatósági eljárást megindították, ez több millió forintjukba került, és ha alkalmas lenne a terület, akkor például egy hulladékhasznosító épülhetne ott. Tudom, ezt sokan úgy értelmezik, hogy szemetet égetnek, meg a gyerekem, majd meg rákot fognak, nem. Ez kérem szépen minden igaz. Veszély nélkül nincsen élet. Ez természetes. De a mai technológiák olyanok, hogyha Bécsben és más nagyvárosokban, a városban ott van ez a hulladék hasznosító, nem égető és egyébek, zárt rendszerben, akkor Kerepesen se okozna semmi galibát. Nem beszélve, hogy mindenki szemetel, mi is. Olyan a világ, hogy egy ekkora szemüveget ekkora dobozba adnak el, a doboz ki kell dobni. Most ha ez ilyen, akkor miért más húzzának a hasznát, miért ne Kerepes? És egy ilyen beruházás, éves szinten állami garanciával, állami beruházásról van szó, éves szinten mint egy 200 millió forint adóbevételt jelentene. Ma Kerepesen az összes iparizési adó nincsen 200 millió. Ippek, hogy a határát súrolja. Óriási dologról van szó, és megint miről van szó? Hogy a kerepesi embernek nem kell adót fizetnie továbbra se. Én ezen vagyok, hogy olyan vállalkozást hozni, amely adóképes, és nagy adót képes fizetni, hogy úgy fejlődjünk, hogy lehetőleg ne fizessük meg mi az árat, hanem az a vállalkozás, ezt nem lehet elvárni egy asztalos üzemtől, vagy egy csapátgyártótól, ez például egy ilyen beruházástól, ami 30 milliárdos, lehet elválni, és állami garancia van mögötte. Mindegy, hogy milyen színű az állam, ez a pénz van, és annak a létesítménynek biztonságosan kell üzemelnie. Most erről van szó, és itt köszönöm meg, mert hallott, hogy különböző baloldali és nem baloldali, teljesen mindegy, alájás, hogy gyűjtöttek a migránsok mellett, és a hulladék kezelő ellen. Nem tudom, melyik a nagyobb veszély Kerepesre, vagy Magyarországra nézve, hogy a migránsok jöhetnek, de hulladékkezelő ne legyen.
ezt mindenki döntse el, de itt köszönöm meg azokat, akik nem írták alá, hiszen nem jött össze az aláírás, amihez szükséges lenne, hogy ebből népszavazás legyen. Ráadásul egyelőre nincs is engedély, tehát nincs mi ellen népszavazni. Tehát ugye a környezetvédelmi hatóság nem engedélyezte. Nem engedélyezte, mert ez egy okofolyosó. Tehát első menetben ez a lehetőség nincs meg, amelyet az a cég állt és bukott el anyagilag is, amely cég ezt elindította és próbálta számunkra a gesztenyét kikaparni. De a 8 hektárok továbbra is kell, nekem lehetne ott egy logisztikai központ is kiváló, lehetne egy napelem park, csak meg kell találnunk azt a beruházót, aki most rendelkezik ekkora összeggel és akar ilyet létesíteni. Meg fogjuk oldani, ezt garantálom. Tehát lesz. Oké, értem. Én most nem is azt mondtam, hogy a 11. 12. évben nem lesz. Igen, mert a... az elmúlt 10 évben miért nem sikerült, mert volt szó betonüzemről, egyebekről. Tudom, nincs önkormányzati terület, csak kérdezem, polgármester, miért baj az, ha nekem, magánemberként, nekem van mondjuk 3 hektár területem, és én a saját területemre, magánberuházóként, az önkormányzat hátszerével, segítségével. Miért kell az önkormányzati terület, hogy ipar települjön? Nem, ha van 3 hektár, hol van? Jöjjön be, beszélgessünk róla. Hát én támogatni óhajtanám abban a pillanatban bármelyik vállalkozó. Hát a kerepesi vállalkozókat ostromlom minden kis munka, hogy ők pályázanak azt, mikor meghallják, hogy milyen papíron kell, akkor nem. És nem? Na jó, hát most azt is hát tudjuk, hogy éppen a központi régióban mindig jó ideig nincsenek olyan pályázatok, amiért érdemesen a mert mi kiemelt KKV régi, kis és középvállalkozások. Tehát én örömmel várom és hívom vállalkozókat, akinek vannak, mert a sok kicsi is jó, természetesen. De nincsenek jelentkezők. Tehát mi, sőt, még abban is benne lennék, hogy olyan vállalkozás, hogy közösen vállalkozzunk, az önkormányzat is beszáll, mert ezekre is van lehetőség. Csak várom a vállalkozót. Én megmondom őszintén, azért Kerepes Budapest közelsége miatt azért, aki többre vágyik, az Pesten úgy dolgozik, hogy nem annyira vállalkozó, bankszféra, pedagógia, egészségügy, egyebek. Tehát Kerepesen hiányzanak a vállalkozók, ezt ki kell, hogy mondjam őszintén. Tehát kevés olyan vállalkozó van, aki tényleg tehetős, eredményeket ért el, és akar még beruházni, mert az volna, hogy akarjon beruházni. Mindenbe támogatjuk. Tehát nekünk ugye az imént említett földvisszaadások kapcsán nincsen önkormányzati tulajdon, nagyon kevés maradt, mert magánkézbe kerültek a földek más települések ellentétben. Ez a 8 hektárunk van, és ezen kívül van még 8 hektár, ahol viszont ugye ilyen tangazdasági elképzeléseink vannak, de az se egy átütő. Nézze, egy önkormányzatnak sohasem lesz buli, ahogy szokták mondani, sohasem lesz buli vállalkozni vagy termelni. Nem. Ezt mindenki tudja. Ezért van. Ez nem ezért van. A másik egy önkormányzat nem tud rendelkezni olyan kiskapukkal, amelyekkel a vállalkozások tudnak rendelkezni. Innen kezdve szalott, hogy mondok egy példát. Hát, ha valaki akar egy Lindab tetőt, nálunk 27%-kal drágább, mint Balassagyarmatról át, majd azt vesz ott a szlovákon, azt hazahozza, mert ott nincs 27%-os áfa. Ezt én, mint önkormányzat nem tehetem meg. Pedig észszerű lenne, uniós tagállam ő is, csak hogy én államit, hogy gondolom én azt, hogy kvázi adó csalok. Pedig nem csalok, de ezt egy vállalkozó megteheti. Az ácsmester elmegy, azt megveszi. Én nem Tehát én nem tudok versenyezni a termelői piacon, gazdasági területen nem tudok versenyezni. Ezt kell. Tehát nekünk igenis az ingatlan hasznosítás, a különböző kimérések, egyebek, földcserék, ezekkel kell, és azzal, hogy olyan körülményeket teremtsünk infrastruktúrába, vagy munkaerőbe, vagy mindkettőbe, hogy akarjon jönni. Akarnak, kérem, meg fogjuk oldani. A nagy baj ugye, és az, amikor egyszerűen visszaemlékezni 2007-2008-ban betör a banki válság, mert akkor már tárgyaltam, és nem is ilyen, akármilyen szinten a Spárral és a CBA-val is, tehát lett volna egy ilyen kereskedelmi felfutásunk, ami egészséges, egyebek. De sajnos, mire oda kerültünk volna, akkor már nem voltak olyan helyzetben ezek a cégek, amilyenben voltak annak előtte, és ezek kútbe estek. Volt egy másik elképzelés, ez sem sikerülhetett, nem kaptunk rá végül is pénzt, ez pedig egy műemlék jellegű központi kialakítás a Templomhegyen, Kerepesen, tehát a mostani templomtól egy sétával föl, a régi templom, ott ásatásokat végezni, illetve a földvár részeket. Ez egy 300 millió forintos projekt volt, aminek rossz volt az oldal számozása állítólag. Igen. Jól mondom? Igen, hát így is lehet mondani. Hát szóval nem nyertünk, legyünk őszinték, ez nagyon. És hát talán az útból soha nem elég, a járdából soha nem elég, de azt is örömmel jelent, hogy elkészült, Kerepesen nem volt
pedig hát már 800 nem tudom hány éves kerepes, nem volt egy csapadékvizeletési terv. Most az elkészült 20 millió forint körüli összegért, most már tudjuk azt, hogy egy utcát akarunk majd felújítani, vagy aszfaltozni, a vizes árok nélkül semmit nem ér, elviszi a víz, hogy most már hol kell indulnunk annál az utcánál, és melyikhez kell majd csatlakozni, és hogyan, miként. Tehát most elkezdjük úgy kiépíteni, a víz le is folyjon. Hány év ez, amíg azt a víz elvezető rendszert ki lehet építeni? Ez hát sok év. Tervezés stádiumában van. Sok év, hát sok helyen már megvan, ugye, de például a Bajcsicsinszki az például egy mintapéldánya annak, hogy innen is folyik, onnan is ráfolyik, a béke út a végén keresztbe fogja, és van ott egy ekkora cső. Ezt is emberek csinálták, ezt is ön... Sőt, tehát szíveséget összes utcája lefelé hordja a vizet a béke útra, és ott van vége a történet. Igen, tehát, hát de most ez lesz az a rendszere megvan. Zivataltározóról volt szó. Igen, ez is megvan, csak engedélye megvan, mindene megvan, de most már egységes összeállt, és elkezdjük csinálni. Most a víztározó azért volt nagyon fontos, és megvan az engedélyezés, lobbizok, és nem mondok többet, de egész komoly szinteken igyekszünk az állammal valamiféle egyességre jutni, mert a víztározónak az engedélye megvan. Lehetne tanúsvény, lehetne sok minden pihenőpark mellette, csak éppen 40 millió forintba kerülne a zsilip és a megfelelő kialakítás. Hát itt ott a bankban 60, párnáj alatt tartja a pénzt. Jó, de ma volt fönn az interneten, vagy nem tudom, tegnap legutoljára, hogy ez az utca meg olyan kátyú, hogy nem, és a többi, és a többi. Tehát most melyik ujjamat harapja? De ez sincs lehet vére a pirendről. Tehát amit eddig elértünk, azért ha valaki végig gondolja, és ha van is ellenszem irántam, vagy a működésünk iránt, de tényleg komolyan gondolja, akkor azért azt be kell látni, hogy sok mindent tettünk. Higgyék, hogy meg lesz. Nem, meg ellenszem, lesz. Az nincs polgármesterről, és hogyha már 10 évről beszélünk, akkor szerintem hozzuk szóba, mert ön szereti az egyenes beszélet. Nem igazán ellenszemről van szó. Én azt gondolom, hogy sokan sérelmezik, hogy ön egy önterjéken és tegyük hozzá egy kicsit öntörvényű ember, mert amit elhatároz, azt csinálja keresztül kasul. És van, hogy olykor ugyan nem buksi simogatva válaszol bizonyos embereknek, hanem egy kicsit tegyük hozzá talán nyersen, vagy nem tudom. Tehát inkább ilyeneket szoktak sérelmezni. Én azért jól mulattam magamban egy kicsit, minap volt egy közmeghallgatás, ahol a saját testülete figyelmeztetésben részesítette önt, azért, mert számos olyan döntést meghoz, amit a testület később hagy jóvá. De miután később jóvágyja, tehát ezen mulattam, hogy később jóvágyják, tehát valószínűleg nem volt rossz az a döntés, de önnek nincs türelme kivárni, de az is lehet, hogy gyorsan kell cselekedni, vagy nem tudom mi. De szerintem ezek... Sok igazság van abban, amit mond, tehát én nem akarnám magamat felmenteni. Igen, hirtelen vagyok, olykor esetleg sértő is, szoktam is mondani, hogy amit mondok, az úgy érzem jó, ahogy mondom, az lehet, hogy néha nem eléggé megfontolt, úgyhogy ezért elnézést kérek bárkitől, de amit mondok, azt úgy érzem, hogy mivel megválaszoltak, és most már harmadszor is talán nem hülyeség, de hogyha valaki jobbat mond, megköszönöm és elfogadom, az lehet, hogy esetleg hirtelen, vagy olyan hangsúlyjal, vagy olyan retorikát használok, ami sértő, nem akarom, és elnézést kérek, hogyha ilyen ér valakit, és elég képes vagyok abban a pillanatban, hogyha felhívják a figyelmem, hogy ez most itt valami túlkapás, kérem, hiba nélkül nincs ember, tehát nem akarom magamat felmenteni ez alól, de azt gondolom, hogy a másik oldala ennek, hogy vannak olyan döntések, amikor hát később, hát ha most beszakadt valahol valami, hát akkor most, ha még a jövő hónapból ez testületülés, akkor előterjesztés, vigyük be, egy hónap eltelt, később beviszem, hát gyerekek, ott van az út, hát meg ott van, vagy ott van, megcsináltuk. Csak joggal érzi úgy a képviselő, esetleg főként az a képviselő, aki nem velem került be, ugye, mert kvázi ellenzék, az joggal érzi, úgyhogy na most akkor odavágunk a frankának, hát mit képzel? Nem, hát nem, saját képviselő is megszavazták ezt itt. Én is kérem, hogy szavazzák meg, természetesen. Nem ezt látom én ebben, én azt gondolom, hogy ha mindig minden olyan szabályt betartana egy polgármester, amit a jelenlegi bürokratikus jogszabályok korlátként oda tesznek, akkor valamivel szegényebbek lennénk már. Tehát valahol egy kicsit azért gulyóriát két előre kell szaladni.
De hát ezt ne vegyed dicséretnek, mert nem azért vagyok én, hogy dicsérem magát. Nem is erről van, hanem arról, hogy azt kell mondjam, hogy mondan, önnek teljesen igaza van. Noha nem erre törekszem, és nem is így akarom, de bizonyára vannak olyan a közjó érdekében hirtelen tett intézkedéseim, vagy megnyilvánulásaim, amelyek esetleg ártanak, vagy sértenek, elnézést kérek érte, és hogyha előrefutok, és ezért rám dobják a gyeplőt, még azt is elfogadom, hogyha sikerült mégis azt megvalósítani, mint akkor meg kellett. Jó, volt már olyan egyébként, hogy valami döntést meghozott, és utána a testület utólag leszavazta? Nagyon kellemetlen helyzeteket szülhet ez, de szerintem nem nagyon. Nem tudom, hirtelen belegondolva a testület tagjaiból meg szoktuk ezt beszélni. Nézze, azért a szerepkör, mivel a kétharmados a testületben a többségünk most is, azért egyértelmű, hogy általában, ha bár a kétharmados az én képviselőm között is van olyan, aki olykor leszavazza, vagy nem ért egyet természetesen. Én azt gondolom, felemlegette, hogyha az a kétharmados többségével mindenki ugyanazt mondja, mindenki ugyanazt gondolja, mert hát különben nem haladnánk előre, hanem volnának ellenvélemények. Teljesen igaza van, és ezek az ellenvélemények kijönnek a bizottságüléseken, vagy a mi megbeszéléseinken természetesen, és sajnos, amikor a saját képviselőm sem szavazza meg, és hát szíve jogait, a legfontosabb az, hogy Kerepes érdekei legyenek. Tehát nem másra használjuk, hanem Kerepes érdekében szavazzunk együtt, vagy szavazzunk úgy, hogy szétszavazunk, mert nem tudja mindenki másképp értelmezni, és akkor legyenek az eredménye, hogy nem ment át, akkor nem ment át, kezdjük előről. Tehát ezeken én már túl vagyok, hogy mindent egységesen. Noha azért megnézném azt, hogy a magyar parlamentben, vagy más önkormányzatokban az egy csapatba tartozók, vagy az egy pártba tartozók kiszavaznának. Kell nekem ezzel egyet érteni, hogy ott na mindegy, hát, hogy maradjunk Kerepesen, jobbi. Erről van szó. Mivel fogja megünnepelni? Ezért lesz egy torta, vagy egy kis kocintás hát a én, csapat? Amit még én most, ami a legfontosabb, hogy ugye nagyon sokat sikerült összehozni az iskolán nevelés. Tehát most nekem az az igazi ünneplés az én számomra, hogyha minél többet tudok én magam is adni. Tehát az iskolán most létrehoztam egy olyan díjat, kettőt, ami a legjobb tanuló, illetve a szociálisan hátrányosak között legjobb tanuló 50 000 forinttal évente jutalmazom. Egy újraélesztő készüléket vásároltam a városnak, mert nem volt. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy nem volt, és úgy éreztem, hogy ezt én megtehetem. Tehát én inkább itt próbálok szökőkút ugye a műfáznak, virágládák, idősek napi vendéglátás, idősek kirándulása, szobrok, egyebek támogatása. Én azt gondolom, ez a legszebb, az én számomra ez a jó ünneplés, hogy tudok adni, és azt mind úgy, hogy azért én 10 éves polgármester, egy fél év utalmat én soha. Nekem szavazott a testület soha semmit, én soha nem kértem. Soha egy 10 éves törzsgárda tagjára. Hát én, na például, ez most pedig érdekes. A másik ugye nincs állami kocsi, mások vesznek ilyeneket, és azzal járkálnak, én a saját autómmal járok, tehát 10 éve, és nincs taxiszám elszámolás, puritán gazdálkodás van, és szeretnénk látványos fejlődést elérni. Ehhez viszont nagyon kell a kollégák, mert azért több mint 100 ember, bőven több mint 100 emberrel dolgozom együtt, és neki itt is köszönöm ezúton is, főleg azoknak, akik sokan velem vannak már 10 éve. Ehhez ők is kellenek, hogy ezt belátják, és úgy húzzunk, hogy minél kevesebbe kerüljünk. És ez alapvetés. Ez a méltó ünneplés az én számomra. Még azzal együtt is, hogy azért az elmúlt 10 év alatt legalább 20-szor följelentettek, tehát azért itt én... Na meséljem! Hát azért nem voltam... Tudja már Jóri néni szemben, hogy miért jelentették fel a frankát, tehát, mert hogy... Na ne azokat a súlyosakat, hogy... De mondjuk, hát, hogy korrupt vagyok, lopok, 10-20%-ot kapok minden beruházásból, fölírtam egy pár dolgot, hát székházaladás... Abból persze könnyű jótékonykodni. Ugye? No. Vagyonosodási vizsgálatot kaptam már mindjárt, az ÁSZ állami számvizék 3-szor vizsgálta a hivatal. De az is feljelentése? Nem, mert ez a menetlenszinti. De hát igen, hát az úgy jön ki, de azért 3-szor nem hinném, hogy aztán székházaladással kapcsolatban vagyonosodás, kegyeletsértő, az egy más írói tevékenységem, de azt is az a polgármesterre parkolásé feljelentenek, szemétszállításé, harangállításért, sőt vállalkozókat, ugye főleg a választás idején olyan vállalkozókat kerestek meg, akik dolgoztak, hogy mondják ma azt, hogy adtak nekem pénzt, és fölhívott a vállalkozó, de azt mondja, ki az ember, aki idejött, azt mondja, hogy azt akarja, hogy mondjam azt, hogy én adtam nekem, mondom, miért, ki, mit, most nem mondtam el.
vagy megyek a henteshez vásárolni, és bemegy utána az illető, és megkérdez, hogy füzettem-e és van-e blokk róla. Tehát, vagy más, amikor ugye 3x3-as vagyok, kérem szépen, az 56-os hazáért érdemkereszt tulajdonosa vagyok, a POFOSZ tagja vagyok, a politikai főkör, soha nem voltam párttagja, áhnes izgatásai voltam elítélve, nehéz lenne rám fogni, hogy 3x3-as, hogy kommunista. Én de ezt nem mondom azt, hogy ez nagyon, sőt van olyan házas pár is, aki főt a férj is, meg a feleség is. Én ezt részben úgy érzem, hogy bizonyára az én viselkedésem is kivált valamiféle ingerenciát. Az a történelmi tény is kivált ilyenfajta lépéseket, hogy tudnilik, most már 10 vagyok polgármester, most már 3-szor vagyok polgármester, és akik akartak lenni, akár polgármester, akár képviselő, nem lettek, azok ebben is bennem látják ennek az okát, noha nem én vagyok, aki a választást irányítom, és nem én választom magamat, hanem az emberek választanak engem. És van benne némi irigység is, de tudja, azt szoktam én mondani, nagyon, nagyon jó mondás, így szól, hogy a szánalom ingyen van, az utálatért meg kell keményen dolgozni, tehát aki nem csinál semmit, az bizonyára megszánják a szerencsétlen pára. Aki meg dolgozik, az nem lesz mindenkinek egyértelműen jó, amit ő elvégez. Innen kezdve aztán lehet utálni is. De ugyanakkor az sarkal engem arra is, hogy még többet dolgozzak, még jobban dolgozzak. Hát kérem, és ha valaki meg gondja van, hát van rendőrség, van bíróság. Jó, gyakorolják is, mert legalább 20-szor. Már 20-szor. De talán ezt, és akkor, de addig gyalászkodni, és csak gyalászkodni, ezt a munkát, hogy ezt a fáradtságot, energiát fektessék járdaépítésbe, virágültetésbe, emlékmű állításba, adománygyűjtése, és akkor a szavazók majd akkor meg fogják őket jegyezni, mert az, hogy engem gyaláznak, azzal ők nem lesznek többek, viszont hogyha tennének, akkor ők lennek többek, és akkor lehet, hogy őket választanák. Jó, mit szoktunk azért stúdión kívül is beszélgetni, hogy? És többször el szoktam önnek mondani, hát kívülállóként figyel be, hogy mit csinál jó a polgármester, mit nem. Én azért elmondom ezt most is. Én azt gondolom, hogy amin én javítanék, ha én lennék kerepes polgármester, hogy jobban integrálnám azokat is, akik esetleg, hogy is mondjam, jelen pillanatban haragosaim. Én szívesen dolgoznék ezen, lehet, hogy ezen a területen is vannak hiányosságaim, vagy vannak olyan kitöréseim, vagy olyan beszólásaim, amik ezt egyelőre hátráltatják, de higgy el, és mindenki higgy el, hogy nem óhajtok én magamnak ellenséget. Miért? Lehet, hogy bennem is van hiba, és nem jól közelítek ezekhez az ügyekhez. Biztos, hogy kölcsönös, mert mindig kettőn áll a vásár, ugye? Tehát biztos, hogy nekem is van e tekintetben hibám, de ezt nem tartom olyannak, hogy ez bármiben is befolyásol engem. Amire az emberek megválasztottak, azt amíg erőm engedi, teszem. Így tenném hozzá, ugye sokszor van ilyen, mert a választások során az is volt, hogy agydaganatom van, meg úgyis meghalok, meg nem tudom mi. Most voltam egészségügyi vizsgálaton, mert még nem voltam, azt mondta a főorvos, hogy már ilyen korban az élik, azt mondja, hogy zsigul is már szétesik ilyenkor. Hát mondom, tényleg. Nézzük már, hogy mint férfi, mint egyéb, ki vagy, mi vagy. Jelentem, különösebb baj hát nincsen. Hát szomorítsuk már el akkor az nem tudom elszomorítani, mert nincs olyan nagy baj. És imádkozom a Jóistenhez, hogy ne is legyen, és remélem, hogy a kerepesi polgárok többsége úgy gondolja, hogy nem baj, hogyha nincs baj, akkor még többet tud tenni a városért. És nekem ez a célom, hát hiszen mi más lenne az ember korában, már itt ez a legfontosabb, hiszen magam is majd. Egyszer sokunkkal együtt abba a temetőbe kerülök, tehát nekem itt olyan kötelezettségem van, és olyan felelősségem van, hogy ezt meg nem... Egyszer majd megméretnek minket. Ugye nem csak egy tévéstúdióban, ahol egy ilyen kis papírra összeírva a 10 év eredményeit még mindig nem tudtuk végig sorolni, de azt gondolom, a kerepesiek ismerik. Én egyet hadd kérdezzek még, mondta, hogy amíg az emberek bizalmat szavaznak önnek, hát ugye visszahívni senki nem akarja, mert most még van 3 év a választásokig, de ez azt jelenti, hogy jó erőben nézi magát. Tetre kész, és ebben a pillanatban 3 évvel idősebb lenne, azt mondaná, hogy újraindulok. Ne jöjjünk előre, ez nem így működik, hát sok minden történhet, és nem mond soha, hogy soha, de jelen pillanatban ez a helyzet természetesen, és azon is el kell gondolkodni, hogy, és én nem az az ember vagyok, aki polgármesterként szeretne kihalni ebből a világból, nem erről van szó, hiszen vannak fiatalok, más elképzelések, olyan gondolatok, amelyek esetleg már az én képességet meghaladják, hogy másképp képzelik, tehát azért át kell adni időben és jól.
én azt mondtam, hogy addig szolgálok, amíg bírok és amíg kellek. De ez nem jelenti azt, hogyha úgy alakul, ne jönnek azok, akik majd élvezni fogják mindazt. Ugye most köszönöm szépen, hogyha kitöltik a kérdőíveket, és élvezni fogják majd mindazt, amit most kezdünk el. Tudnék, hogy rendelőintézet, tudnék, hogy új hivatalépület, tudnék, hogy városközpont, tudnék, hogy tisztartóház megmentése, a könyvtár visszavásárlása az egyháztól. Ezeknek a gyümölcsét már minden bizonnyal azok az iskolások, akik most harmadikos, negyedikes, és mehetnek úszni, és mi finanszírozunk, hogy meg tudjanak úszni, ezek az apróságok fogják majd igazából élvezni. És lehet, hogy egy néhány évenből az embernek azt kell mondani, hogy hát most már ők, most már tizenévesek, az ő gondolataik övéké lesz, nekik csináljuk, akkor ők döntsék el, hogy hogyan tovább. Ezt én azt gondolom egy normális embernek nem csak, hogy be kell látni, ezért kell csinálni, hogy át tudja adni. És én ezzel vagyok, és nekem nagyon nagy öröm, és az életem munkásságom megkoronázása, igen, és kimerem mondani, hogy Kerepes népeim már harmadszor engem választ. Ez nekem ad egy tartást, és ezt képviselem. Nincs mit veszítenem, tehát nekem ez az életem, ezt vállaltam. Köszönjük szépen, hogy itt voltunk. Én is köszönöm.